egyik hétfő délelőtt. Peti Ágnes. Hello. Iskola választás. Nekünk tavaly volt. Porondon. Porondon. Nálunk most. Gináljék meg, éppen most vannak. Éppen benne vagyunk. Az első gyereke, úgyhogy nekünk ez most még nagyon izgalmas. Egyébként az első gyerekkel minden első dolog marha izgalmas. Az első gyerekkel még az első védőnői látogatás is nagyon izgalmas volt. És az iskola is ilyen. Fú, én nagyon élveztem, ahogy első osztályba mentünk. Az iskola választással kapcsolatban, hát a szempontok. Én elkezdtem írni, hogy milyen szempontjaim voltak, és egyet írtam föl, hogy közel legyen. Na, ezt akartam. Köszönöm. Ez van nekem is az egyik a listám egyik elemén, hogy én úgy szeretném, hogyha ez alapján választhatnék iskolát nyugodt szívvel, hogy hol van, hogy közel legyen, hogy útba essen, hogy esetleg a gyerek mehessen majd egyedül. De... Szerintem az nagyon, nagyon jó, hogyha lehet sétálva menni, sétálva hazajönni. Igen. Egy idő után egyedül haza tud jönni, nálam ez nagyon fontos volt, de mégsem a legközelebbit választottuk, mert a nyílt napon viszont nem győzött meg. De a nagyon messzi iskolákat nem néztem meg. Nem, mint a másik városban lévőket, nem, vagy a várostól felén lévőt? A várostól felén, mert nálunk azért, mondjuk reg, most ezt egy pesti nézi, ez biztos, hogy leköp, de Tatán az, hogy reggel mondjuk 25 percet kocsikázzál, mert óriási forgalom van, és a város túlsó felé annyit kell menni, plusz még jaj, otthon hagytunk valamit, vagy valami. Tehát, hogy én ezt nem akartam, úgyhogy azokat az iskolákat nem néztük meg. Az lett volna a zenei és a testnevelés. Igen, ez a kettő nálunk is ki fog maradni. Úgyhogy én a városközpontig merészkedtem. Az egyiket egyáltalán nem akartam megnézni, csak belém ültették más anyukák, hogy hú, hát ez aztán az iskola, és akkor oda el kell menni. Úgyhogy elmentem a nyílt napra, és nagyon és tetszett. És kiderült, hogy tényleg... Abba az a jó, hogy két tannyelvű és 16 fős csoportlétszámok vannak, és a nyílt órán, ahol én részt vettem, azt láttam, hogy ezek ügyes, tanulni akaró, jól dolgozó gyerekek, a tanár is olyan nagyon jól menedzselt óra volt, pörgött, nagyon jó légkör volt, nem volt stresszes, és tök jól tudtak angolul a negyedikesek. Aztán átmentem a másik iskolába, ami egy nagyon nagy iskola, szerintem egy évfolyamon 2-3 osztály is van. Alsó tagozatban csak 3, és felső tagozatban már 5. Szóval ez egy nagy iskola. És mondtak egy számot, 800 fölötti a... Mert ez az előző, amit mondtam, ez a két tannyelvű, ott minden évfolyamon egy 16 fős osztályt indítanak, és ennyi. És átmentem ebbe a nagy iskolába, ami nekem nagyon tetszett. Nekem is. Ott is nagyon tetszett az óra, ott is nagyon tetszett a gyerekeknek a munkája, nagyon tetszett az épület, és hogyha magamnak választottam volna, akkor szerintem azt választottam volna, mert én bírom ezt az ilyen... Nagy, zegzugos, zsizsegő hagyományokat, telezsúfolt. Ja, és ugye azt is kell tudni, hogy ennek a kisiskolának az a pikantériája, hogy nagyon nehéz felvétel, vagy hát nem az, hogy nehéz, hanem hogy felvételizni kell több forduló alatt, ahonnan körülbelül a harmada, negyede gyereket tudják fölvenni, aki oda. Hát tavaly mondjuk 96-ból, hát az ból volt a 16. Ne kelljen számolnom. Nem tudom, na mindegy. Értelemszerűen, ha 16 gyereket vesznek fel, akkor felvételizni kell, és... Igen. A 16-on kívül azokat nem fogják fölvenni. Igen. És azt is el szeretném azért ide mondani, hogy itt a Tatán ez így kialakul ilyen versengés e körül, hogy akkor oda kit vesznek föl. Erről mindenféle urbán legendek szólnak, hogy miért veszik föl a bizonyos gyerekeket. De én elhatároztam, hogy én tisztában vagyok a gyerekemmel. És mint pedagógus azt is tudom, hogy az, hogy egy 6 éves gyerek mit produkál egy felvételi
elbeszélgetésen az egy idegen emberrel, hogy éppen milyen napja van, szimpatikus-e neki. Ezer dologtól függ, hogy egy gyerek mennyire tudja magát megmutatni. És ha még meg is mutatja magát, hogyha a 90 gyerekből 90 nagyon jó képességű, akkor is csak 16-ot fognak fölvenni. Tehát én elhatároztam, hogy teljesen mindegy az eredmény, és másoknak is, Kat is erre buzdítanék, attól a te gyereked bevetett hited, vagy bizalmad, az töretlen maradjon. Mert az, hogyha éppen nem őt választják, ez semmit nem jelent, és utána sem jelent semmit, mert a másik általános iskolából is ugyanolyan eredményesen és színvonalasan lehet tovább menni a gimnáziumba. De végül is fölvették, amire nagyon büszkék vagyunk, de biztos vagyok benne, hogy nem vettek föl olyan gyerekeket, mert ennyi gyereket vettek csak föl, jó, aki nem, szintén nem megérdemelte volna. Úgyhogy ettől senkinek nem kell se rosszabbnak, vagy se különbnek érezni magát, oda ennyi gyereket vesznek igen. föl. És az a 16 tudta úgy megmutatni éppen és magát. Nagyon csúnya dolog, aki mindenfélét kitalál, hogy miért veszik föl a gyerekeket. Igen. Na, egyébként olyan túl sok mindent ehhez nem fogok tudni hozzáfűzni, mert kb. Ugyanezeket tudom elmondani, mint a Panka, azzal a kis picike különbséggel, hogy mi nem Tatán lakunk már, és a faluban lévő iskolának nem annyira jó a híre időnként. És ez nálunk így nem is nagyon lett kimondva, hanem ilyen egyértelmű volt, hogy mi oda nem, pedig nekem ennél jobb nem történhetne az életemben, mint hogy másodikos korától a gyereket kilököm az ajtón, az cseh, vagy én elmentem dolgozni, meg szólok neki, hogy figyelj, 10 perc múlva vedd a táskát, húzzál, induljál el otthonról. Mert ott el lehetne már másodikos korába vígan engedni egyedül iskolába. De ezt a kis képemet, ezt elengedtem azért, mert tényleg nem bízom abban az intézményben annyira, hogy ott az jól fog elsülni. Úgyhogy eljöttünk körülnézni ebbe a városba, ebbe az idegen városba. És ugyanitt tartunk a két távolabbi iskolát. Nem azért sem, mert az egyik az szintén nem a szívem csücske azok alapján, amiket tudok róla, a másik meg nem feltétlenül a gyerekemnek az irányvonala szerintem fölösleges azért. Mert most ha az lenne, hogy egy Isten adta zenei tehetség, akkor egyefene, akkor elautózok a város másik felére minden rohadt reggel, de hát egyelőre nem az, úgyhogy maradjunk szépen a munkába vezető útvonalon lehetőleg, vagy a közelében, és akkor itt így kiukadunk ugyanannél a két iskolánál egyébként, amiről a Panka beszélt, és múlt héten volt egyébként pont a nyílt nap a nagy iskolában, és annyira jó volt ott bent lenni, és nekem ez volt a kettőm, vagy ez a kettőm, hogy a gyerekemet kis létszámú osztályba szeretném tudni, mert hogy az ott úgy jó lesz, de ott ültem a 20 nem tudom hány fős osztálynak, ez egyik volt 25, a másik meg 27, vagy valami ilyesmi, az óráján, és nem tűnt olyan iszonyatosan zsúfoltnak, bár sokkal jobban nézett ki a 16, mint a 25. És ott is szépen dolgoznak szép, a igen, gyerekek. Egyetlen egy dolgot tudok a másik mellett felhozni, a létszám, meg nyelv, meg ilyenek mellett, ami szintén egy hülye érv, mert 800 gyerekről beszélünk itt, meg hadd ne szorozzam fel a 16-ot 8-al, majd írt ki, hogy mennyi. De a kisiskolában, amikor bemész, a gyerekek egyrészt rád köszönnek. Tehát nekem ez már nagyon izé. Ez, hogy a nyílt napokon a ilyen felső tagozatos gyerekek állnak őrt az ajtóba, és szólítanak meg téged az idegen felnőttet, hogy a nyílt napra tetszett jönni, arra tessék menni. De a harmadikos gyerek, tehát nem a nyolcadikos, hát nem, de mondjuk ilyen ötödikes inkább. Nálunk lehet, hogy ilyen harmadikosok voltak behozva, tehát nagyon... Igen, és annyi ilyen van, nem akarok belemenni ebbe a sok izébe, ugye nálunk volt a táborba az évkezdős, ott is egy csomó ilyet láttam, hogy ilyen nyitottak a gyerekek, hogy nem ezek a kis mújjak is rá sem merek nézni a többi emberre, hanem ilyen tök éretten viselkednek, és ez nekem baromira tetszik, ezt a nagy iskolában nem láttam, de 800 gyerek között mondjuk lehet, hogy egyrészt én is el voltam tévedve ott abban az épületben, úgyhogy nem mondom, hogy ott nem ilyenek a gyerekek, csak nekem ez nem
szúrt szemet. Nem szúrt szemet, igen. De baromira, baromira tetszik egyébként, meg ez, hogy ez egy baromi régi iskola. Na, mit tudom mind a én. Kettő, mind a kettő, de a Vaszari ugye az meg egy, tényleg egy nagyon-nagyon régi, és azt hiszem valami a megyében a legnagyobb, vagy nem is tudom, azt hiszem a megyében a legnagyobb létszámú iskola, ami így nem biztos, hogy jól hangzik, de mégis. Tehát, hogy olyan... Van hagyománya, igen, csak hogy úgy érzed, hogy a kis létszámban viszont jobban oda tudnak figyelni egy kis gyerekre. Igen. Az én gyerekemben egy kicsit azt érzem, már annyira nem, mint fél évvel ezelőtt, de kicsit azt érzem, hogy neki jót tenne, hogyha jutna rá idő, hogyha észrevennék, hogyha valami nem klappol, meg ilyenek. De ezen röhögtünk most így melóba, hogy a mi időnkben, hát ilyen nem volt. Mentél, abba az iskolába mentél, ami ott volt az utca végén. Azt kész. Nem, nálunk nem. Nálunk igen. Ugye hát addig, amíg a kertvárosi, most kertvárosiak, azok a kertvárosi általános iskolába jártak. Én a Kőkutiba jártam, a tesó meg a Vaszaliba. Nálunk nem. Ugye a kertváros az egy külön izé volt. Nem volt ilyen, hogy mi bejöjjünk a Vaszariba. Akkor kezdtek el beszivárogni a kertvárosi gyerekek a városba, amikor vagy a iskola bezárt. Meg azt is el szeretném mondani, hogy a környezetünkben azért most pár gyerek úgy elsős lett, meg már másodikos is, és tök jól érzik magukat az iskolákban. A bármelyikben. A bármelyikben. Bár én sok olyat, vagy na, tudok egy párat, akik... Biztos, hogy sok ilyen van. Én most tök csak a szűk kör... Onnan, hogy biztos sok ilyen van. Én csak a szűk környezetembe, az a kettő-három, aki most elsős, mindenkinek tök jól sült el, és szeretik, szívesen járnak, jól csinálják. Úgyhogy nincs rossz tapasztalatunk az általános iskolákkal. Nekem egy-kettő van azokkal az iskolákkal, amiket meg se néztünk, ezért nem néztük meg, mert egy-kettő olyan sztori van, ami nem tetszik. De hát ez minden iskoláról biztos van olyan sztori. Biztos egyébként, csak nekem nem mindegy, hogy milyen sztori, tehát na mindegy, most ebben nem akarok belemenni, mert senkinek semmi köze ahhoz a gyermekhez, aki nem meg, az meg azt, hogy az ám igazából nem érdeklődött az iskola iránt. Ja, meg ez meg a másik, hogy ugye az óvodában már gondolom vannak nálatok is pletykák, hogy ki hova megy, ja, ki hova akar. Igen. És akkor a gyerekek is így elmondják, hogy de én nem megyek a nem tudom melyik iskolába, meg én oda megyek, mert a Pistike is oda megy. De most én azt gondolom, hogy a 6 éves gyereknek semmi köze ehhez a döntéshez. Tehát ezt mindenképpen a szülőnek egyedül kell meghoznia, és valahogy úgy irányítania, hogy a gyerek a végén azt akarja. És nekünk is ez nagyon nehéz volt, mert ő nem ebbe a kis iskolába akart menni, hanem a nagyba, mert a többiek is oda mentek, de aztán mindenféle vitatható módszerre rávettük, és most már örül neki. És az iskolát sem várta, és volt egy nagyon különleges nyári napunk, amikor fogtuk a tanszer listát, és elmentünk a soroksári Oceanba. És azért oda, mert ott a soroksári IKEA, amiből szerettem volna valamit, ami nincs a budaörsi IKEA-ba. És ez egy nagyon különleges nap volt, mert kánikula volt, 48 fok, vagy 40, hát a kocsiba legalább annyi, és az M0-áson, ugye dugóba keveredtünk, de 4 órát álltunk az M0-án, 2-esbe a gyermekemmel a kánikulába. Én nagyon kivoltam, ő tök jól el volt, meg így kempeltünk a benzinkúton, meg fagyizgattunk, meg beszélgettünk, meg, tehát igazából tök jó volt, és este 8-ra érkeztünk meg oda, és bementünk az Oceanba, vagy hogy kell mondani? Mit? A madaras. Madaras Tesco-ba. És ott az az érzés, azt sose felejtem el, hogy ott volt egy rengeteg gyerek, mert ott van egy olyan részleg, igen, ahol a fehér blúztól a babzsákig minden, az ablak zsiráfon át minden megvásárolható volt ebben az augusztusi időszakban legalábbis, és elkezdtük, hogy akkor hány HB-szeróza, egy radír, ilyen zsírkréta, annyi színes papír, és így mászkáltunk a sorok között, és mind a kettőnk akkor
akkor itt tök így ráhangolódott, hogy iskola, és akkor kezdett el ő is örülni, és akkor együtt kiválasztottunk mindent, de nagyon sokáig tartani, ugye rengeteg mindent kell összeszedni, akkor nem tudom, hegyes olló, meg mindenfélét, és ez egy annyira jól sikerült nap lett, és onnantól nagyon várta már az iskolát, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy együtt szerezzék be a tanszereket. Mert de egyébként erre nem emlékszel gyerekkorodba? Az elsőre nem, szerintem kaptunk. Nem az elsőre én de utána se, de mindig ilyen ünnep volt. Igen, és nekem tök gáz, de a tankönyvek is, amikor elmehettünk a tankönyvekért, és bekötöttük, imádtam. Na most már be is csak azt látom, hogy környezetszennyezés, ne kösd be! De hát bekő. Nem. Ott nem? De elmondják, hogy beköl, de miután ráraktam egy vinyettet, és nem kötöttem be, nem mondtak semmit. Jó. Ugyanúgy 3 hónap múlva vége annak a könyvecskének, és na mindegy, szóval van, ahol dádában. Én olyan rebellis vagyok. Nagyon-nagyon durva vagy. Mert hogy kösd be átlátszóval. Igen, de ezzel a műanyag. Igen, de minek? Minek húzzak egy műanyagot a műanyagra? Nem tudom, azt nem értem, hogy hát jó, mondjuk így egybe marad a könyv. De akkor úgyis annak egybe marad, mert ezeket nem. Tehát ezek ilyen munkafüzetek, egy csomó, teleírják, az aztán vége. Most jó, kösd be, mit tudom én, az olvasókönyvet, de egyébként az is pont egy év alatt használódik el, amikor jön már a vége. Jó, na de hogy így nem örökölheti meg mondjuk a bárottam úgyse. Vagy de? Hát teleírják, mindegyikben tele feladat van. Ja. Úgyhogy nem igazán, tehát ezt is meg kéne reformálni. Ezt is. Ne kössétek be! Akkor is itt átkanyarodunk a nemzeti alaptantervhez, vagy nem? Vicceltem. Na ennyi. Ennyi, meg egy Bambi. Marha izgalmas. Majd előbb-utóbb is iskolaválasztásba vagyok. Igen. De most ezt már elmondjuk? Nem. Ja, jó. Ezt elmondtam, hogy iskola választ. Belehíz az iskolatársam. Mike. Ilyen szép napos délelőtt, Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Remont egy kis leány, Peti sosem láttatán, az eszem melyet, jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele, s elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult hűgén a lába, ballagott a kislány mögött.